A pécsi Dezső bácsi története már szinte az egész országot bejárta. Mint ismert, a kertvárosi Nefkó tanára két renitens dohányzó fiatalt utasított rendre még tavaly. Tette ezt úgy, hogy szóváltást követően megfogta az egyikőjük hátizsákját. Ez azonban törvényellenes cselekedet volt, ugyanis ez bár az intézmény területén, de az iskola falain kívül történt, így a bíróságon elítélték a pedagógust. Pénzbüntetést szabtak ki, de ami a közvéleményt is felháborította, az az, hogy eltiltják a tanítástól. Október 1-én szerveztek tüntetést Dezső Báért, aki akkor stábunknak elmondta, hogy a Klik sem tehet ez ellen semmit. Az ügyész bead egy beadványt, a bíró ítéletet hoz, és ennek következtében a munkáltatóm el kell, hogy bocsásson mérlegelés nélkül. Tehát ezek egymás mellett futó dolgok, és csak itt az én esetemben találkoztak össze, úgy, hogy én viszont úgy gondoltam, hogy ezt nem hagyom, tehát szóvá teszem, hogy szerintem ez így nincs jól, és ez sok ember így gondolja rajtam kívül. Többek között Kővári János is, aki már lépéseket is tett az ilyen és hasonló esetek jövőbeni kezelésének ügyében. Mert hogy mi is történt, az történt, hogy egy tanár, aki meg akarta védeni a gyerekeket, ez ebben a helyzetben, amiben akkor voltak, ő került elítélésre, ez teljesen abszurd. Nem fordulhat elő a jövőben, hiszen akkor a többi tanár ezután nem ismer majd intézkedni, úgyhogy azon leszünk, hogy ez a helyzet megoldódjon. Őri László szerint pedig iskolaőrségre lenne szükség a kertvárosi intézményben. Hogyha ez a rendszer föl tudna állni itt kertvárosba is, itt is lenne iskolaőr az iskolába, kérni ezt az iskola, és ez bevezetésre kerülne, én azt gondolom, hogy akkor a normális rend tudna helyreállni, és a mai iskola is olyan lenne, mint a mi gyerekkorunkban, amelyre oly szép emlékként gondolunk vissza. A Nefkó viszont nem igényelt ilyen szolgáltatást, pedig az iskolaőr elsődlegesen biztosítja, hogy a kijelölt oktatási nevelési intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai zavartalanul elláthassák feladataikat. Ehhez egyébként egy 120 órás alaptanfolyami képzésen vesznek részt szolgálatba állításuk előtt. Ez három modulból áll, pedagógiai, pszichológiai alapképzésből, bűnmegelőzési és konfliktuskezelési modulból, valamint rendvédelmi felkészítésből és gyakorlati modulból, és ezt követően minden modul után vizsgát tesznek, majd aztán egy iskolaőri vizsgát tesznek, és ezután kezdhetik meg az iskolaőri feladatellátásukat. A jogszabályban részletesen is leírják, hogy egészen pontosan mire terjed ki az iskolaőr hatásköre. Itt olvasható, hogy jogában áll elkövető személlyel szemben testi kényszer alkalmazása, a biztonságot sértő vagy veszélyeztető tevékenység abbahagyása érdekében. Sőt, vegyi eszközt, rendőrbotot és még bilincset is használhat. Ami pedig szintén fontos, hogy nem csak az iskola falain belül, hanem az intézmény egész területén, azaz az udvaron is tanítási időben.